köszöntöm minden hallgatómat, és érdeklődést tanulítanak ilyen témák iránt is. Indítsuk úgy, hogy alapvetően nem napórától szándékoznak foglalkozni, hanem amatőr csivadászként Pisketten az utóbbi 40 év alatt, és egyik vágyam az, hogy saját csillagdán legyen. Ez elindul el itt, egy ilyen favázas szerkezetben, itt a középső oszlapa. Ezt megépítem, gondoltam, akkor valamilyen avató módon egy másik területtel, egy napórás emlékkel akarnám befejezni. És hát ez a csillagdán, ez megépült tavaly, és akkor elkezdtem foglalkozni a napórával. Volt mellette már egy kis hálókó, és a csillagda szerkezetéből látszik, hogy egy érdekes módon működik a teteje. Itt a tetején ki lehet látni, de ennek a falaira nem nagyon érdemes tenni valamit, mert akkor árnyékhatások vannak nappal. Idején, hogy inkább áttettem erre az oldalra. És akkor legyen egy olyan eleme a napórának, ami hát valahogy mutat. Én egy kerámia korongot agyaltam ki erre, ez egy 50 cm-s átmérőjű korong, és Meridián napórának szántam, a méretéből eredően túl sokat egész napra terjedő skálákat nem szándékoztam tenni rá, de mégis valamit, ami viszont bizonyos mérésekre is enged majd engem következtetni. Meg volt a korong, meg volt a földrajzi hely, és úgy gondoltam, hogy Meridián napórával ezt megszentelem. Tovább csináltam, kinyomtattam egy napóra program segítségével azt a plusz-minusz két órányi terjedelmet, ami erre a koromra ráfért, kinagyítottam, ráfeszítettem a koromra, és átjelöltem. Ez volt a sablon, úgymond. A következő képek tulajdonképpen ennek a fejlődés története. Lépegessünk is túl, már csak azért is, mert nem sok idő maradt, és van 30 képen még. És akkor eljutottam ide, és mindent, amit úgy gondoltam, hogy egy napóráról kéne tudnom, hogy el ne felejtsem meg szemközben, meg aki megnézi és nem érti mindjárt, illetve nem a napórák világába ért egész addig, hogy egy kicsit tájékozódjon. Megadtam át a nevét, Aquarius a csillagda neve, egy kis figyelmeztetőt arra, hogy legyünk olyanok, mint a napóra, és csak a terüs órákat számoljuk. És akkor elkezdtem építgetni. Ugye az első dolog a Meridián napóra, meg minden más napóra, akár függőleges falon, akár vízszintes, horizontális felületen épül meg, azért illik valamilyen módon a koordinátorrendszerekhez hozzáigazodni. A Sanyi elmondta az elején már, hogy koordinátorrendszerekhez igazodik az egész, az időmérésünk is mindenképpen. Azon bizonyos márkáns síkok érvényesülnek, és ezek a márkáns síkok egyike például az a földrajzi meridián, ami a én földrajzi pontomon, a zeniten, a póluson keresztül húzható elvileg. Most ezt ki kell mérni valahogy. Ez csak egy jelkép, talán ismerik sokan. Szicílián elég sok napos idő van. De ott láttam nagyon sok ilyen meridián órát templomokban. Tavaly bemutattam egy képsort erről, akik Kecskeméten voltak. Na, ebből lett aztán, hogy ő lett a jelkép, és akkor mérünk. Ez a függőleges szerelő lap végül is könnyen mozgatható volt, mert maga a fából készült szerkezet sem volt függőleges falú, így aztán hozzá egy kicsit kellett távolságot tartanom és beállítanom. Itt látszik egy zöld zsinór, amivel mégis a függőleges jelöltem ki, itt a mögötte lévő, koromban lévő vonal segített nekem abban, hogy ez egybehozhassam. Utána már csak ugye az volt a feladat, hogy ezt a függőleges és magának a napórának a számlapsíkját beforgassam abban a kelet-nyugati irányú helyzetbe, amit viszont a épületemnek a falainak a égtáj eltorzulása, mondjuk így, hogy nem kelet-nyugati irányú egy kerti házat úgyse szoktak pontosan tervezni, meg megépíteni még kevésbé. Hát ehhez kellett nekem hozzá idomítani a napórám síkját, majd oldal felvétel is van. Itt látszik azért, hogy a fal síkja meg a napóra síkja azért nem esik egybe, egy olyan kb. 10 fokos hibája van az épületemnek az én meridián síkomhoz képest, és a napóra síkjában. Így néz ki a kerámia alap, és az a fényszerkezet, amivel én ezt a szerelőlap rudat, illetve oszlopot és a napórát összehoztam. Hát viszonylag könnyű szerkezet, házilag otthon megépíthető és kivitelezhető. Ez volt az egyik fő szempontom. És egyébként is, aki ugye egy idő után napórákkal foglalkozott, az olyan hatalmas vágyat érez magában, hogy alkosson valamit, amit ő csinált végre, és nem csak beszél róla, hanem kipróbálja, hogy tényleg hogy kell ezt megvalósítani, mondjuk. Ez egy olyan gyakorlat, amit most már nyugdíjas évemre megtehettem. Korábban nem volt rá idő. Akkor következő témánk, a mai másik fontos témánk az volt, hogy csináljak árnyékvető, illetve árnyék legyen-e, vagy más. Most én egy ilyen lyuk, fénylyukkal, egy fénypontocskával gondoltam megoldani. A Géza elmondta itt, hogy az árnyék az a élet peremén egy kiterjedt testről két irányú sugarat is bocsát ki, és aztán lesz belőle umbra meg penumbra, egy magja, meg egy halványabb része az árnyéknak. Gondoltam, hogy a fény talán nem az, hogy nem hajlik el, mert igenis elhajlik, ezt a csillagászok is tudják. Minden objektív peremén elhajlik a fény, de hogy mennyire most a következő kollégám az itt elmondta, hogy az a hatalmas napóra, az lehetne kameraoszkóra is, de az ebben a távolságban, egy 50 centis távolságokban olyan pici lyukat eredményezne, és olyan pici éles peremű napkorongocskát eredményezne, hogy arról a méretről, a kameraoszkóra méretéről le kellett tennem, és csináltam egy gyakorlát, amit aztán hasra furkálva, akkorára bővítettem, hogy jól látható legyen fönt a... Hát ez most egy próba pat csak pillanatnyilag, mert oda igazából sosem vetített volna. Aztán, amikor ez elkészült, ez az első lyuk fénypontvetővel, akkor éppen valamikor július táján járhattam. De aztán nem nagyon tetszett ez a lyuk, ez amilyen irányból süt a nap, az mindig abban az irányban torzít egy kicsit ezen a lyukon, az ellipszis erre-arra góvályog, úgymond, és úgy gondoltam, hogy ennél pontosabbat is lehet, ha már ennyire telerajzoltam mindenféle szerkezetek, vannak hálózatok arra, hogy az időegyenletet majd használni is tudjam. Ugye a zóna középhöz képest eltolódott középnapi középórámnak az ideje, az a valós helyi időből, amit itt akartam kimérni, az valahogy igazodjon. Nos, játszadoztam egy kicsit a lyukkal, aztán meggondoltam, és akkor fönt egyszer csak lecseréltem ezt a árnyékvetőt egy keresztre, egy fénykeresztre. Itt is most még egyelőre csak föléje van vigyezve, aztán majd a helyére kerül megfelelő magasságba, mert ugye az árnyékvető ez nem csak egy irányt ad meg ezúttal, amikor én már dátumokat és időket akarok megszabni, nem elegendő nekem csak egy árnyék irány, hogyha én a dátumokhoz vagy a ugye az évszakokhoz akarok egy kicsit rendeződni, és akarom a legnagyobb derelés a magasságot, vagy a legalacsonyabbat télen itt meghatározni, hogy az mikor van, akkor azért rá kell férnem erre az 50 centis területre. Leolvasható kell, hogy legyen, és én meg még azt agyaltam ki, hogy ebben én mérni szeretnék. Tehát valamelyest egy kicsit konkrétá tenni azt az élvezetet, amit mondjuk napórás szórakozásként én művelek. És akkor állítgatja az ember ezt a keresztet. Tehát attól függően, hogy mennyire fátyolos az égbolt, és a nap mennyire lesz éles képű, azt szerint aztán lehet itt majd, és a következő képsor inkább ezeknek a látványa, hogy mennyire lesz ebből a mérő felületemen, a szélén élvezhető kereszt alak, mert ugye a vízszintes irányával a nap magasságát mérhetem, tehát az én évszakjaimat, illetve a hónapok napjait tudnám rendbe tenni, és akkor ezekhez a vonalakhoz, amiket a szerkesztésből úgy átmásoltam, az 10 naponként hozzá tudom rendelni, vagy 10 napon belül jó sattolással, 1, 2, 3, 4, 5 nap, tehát meg tudom ítélni azért, hogy egy 10 napos kis távolságon belül tényleg jót mutat-e abba az évszakban, abba a hónapban az én napórán, vagy nem. És ez ennek a vízszintes vonalkának a eredménye a keresztből. És a másik ugye, a függőleges, az pedig az óráimnak, illetve perceimnek a pontosságához akar igazodni. És akkor látható egyrészt ugye, hogy telt az idő, a kísérleteimről itt indultam valahol, most valahol már augusztus táján itt járkálok, és jól látható azért, hogy a vízszintes vonal és a függőleges vonalam is bizonyos óra, itt van, ezek negyedórás vonalak itten, ezek köz jó ki lehet mérni negyedórás pontossággal mindenképpen a valós helyi időt. És akkor most jön a játék többi érdekes része, és akkor mérizgéltem sokáig, és akkor majd a sorozat, képsorozat végén majd beírtam az eredményt. Ha eljutunk odáig, akkor látjuk, hogy itt a dereléseket mindig figyeltem, és volt ugye egy györpár, végén visszanégy szíves az első. Igen, ide. Itt. Tehát itt már elegendő idő volt gyakorolni és mérni, és megnézni bizonyos táblázatokban, hogy igazából én nekem Kanizsán a napórán mikor is fog derelni. Van egy napórás ismerősünk, Szombathelyen volt egy nagy-nagy napórás találkozó, egy Helmut Zondereger nevű úriember jött Németországból, őnek van egy honlapja. Ha oda adom az én földrajzi helyemet, akkor ő egy táblázatban gyönyörűen megadja nekem, hogy 2010-ben az időegyenlet alapján, és akkor most jön még valami hozzá, az én zónakép középtől eltérő távolságon tudtával egy ilyen összegzett eredményként mennyi az én éppen napi középidőhöz való eltérésem. Ez éppen most ezen a napon, amikor ezt most a feliratot is már produkáltam hozzá, tehát szeptember 13-án még 15 perc van a derelésig, és akkor vártam nagy örömmel, hogy na, akkor mikor fogja ezt a dereléspontot elérni, vajon a táblázat alapján tényleg akkor akar-e derelni nálam, amit nekem kiszámítottak mások. Hát akkor menjünk odébb, és akkor itt van, 11 óra 49-kor mértem a derelést, és látszik azért jó, hogy a keresztnek a fény csíkon középvonala az éppen a meridián vonalamon van, és a kis vízszintes fény jelen, az pedig a szeptember 13. magasságra áll, tehát itt már túl vagyok a 10-i vonalon, és a 11 óra 49 középnapi idő, ez a nyári időszámítás, tehát akkor plusz még 1 óra, ugye, tehát 12 óra 49-kor nekem ott volt a dátum szerint, meg a táblázatok szerint gyönyörűen ott volt a telelési pontom. Ezt akartam elérni, és úgy látszik, hogy sikerült. A napóra bebizonyította nekem, hogy egyrészt jó helyre raktam, jól mértem ki, és ez a méret, ez a 50 centis méret, ez elegendő ahhoz például, hogy egy mérőeszközt prezentáljak, és mutassak be, hogy hát más is megkedveli. És akkor végül ez az a hely, ahol ez működik, itt van ez a napórán, itt van a csillagdár az elő, itt pedig áll egy éppen kihelyezett kis tárcső, ami éppen két nap volt ott mutogatott, annap délben tettem meg 13-án, úgyhogy köszönöm, hogy megmutattam. Milyen műszer van benned? Bennünk? Igen, az egy csillagdár. Egy maxutó, egy 150-es per 1800-as. Köszönjük a figyelmüket. Azt hiszem, elég úgy sikerült tartanunk az időben 12-47 perc, nem a napóra szerintem. Fél alatt meg átérünk a szétteremben. Úgyhogy ennyi lett volna az előadás délelőtt. Továbbiakban pedig hát Sándor fog irányítani minket, hogy hova merre. Hát jó étvágyat kívánok!